Egyre kevesebb a közmunkás, 10 000-rel kevesebb a megyei foglalkoztatottak száma. Nagy a kullancsveszély, nyáron a természetben járva több kullancsra lehet számítani idén. Biztonságban két keréken is, a rendőrség és a vezetésoktatók is kiemelt figyelmet fordítanak a körültekintő vezetésre. Több mint 10 000-rel kevesebben dolgoznak közmunkásként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mint a 2016-os létszám csúcs idején. A Kölcsei Televízió híradóját látják? Köszöntöm Önöket! A kormány még tavaly bejelentette, hogy jelentősen le akarja építeni a közmunkarendszert és távlati céljuk szerint országosan mindössze 150 000 főt kívánnak foglalkoztatni ebben a formában. A legnagyobb csökkenés a keleti ország részben volt tapasztalható, Hajdú, Borsod és Szabolcs megyében mintegy 27 000-rel kevesebb közmunkást foglalkoztatnak az idén, mint a korábbi években. Napi 8 óra közmunkáért évek óta havi bruttó 81 530 forint jár, amiből valamivel több mint 50 000 forint marad a munkavállalóknál. A 2016-os létszám csúcshoz képest az év első 4 hónapjának adatai alapján már 73 000-rel kevesebben dolgoznak ebben a rendszerben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Viszont elemzők szerint a helyi gazdaságra még ez is negatívan hat. Sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az, amik a közmunkával leginkább fertőzöttnek számít. Az adatok azt mutatják, hogy 100 foglalkoztatottból körülbelül 14 közmunkásként dolgozik, ami óriási arány. Csak hasonlítsuk össze Győr megyével, Győr-Moson-Sopron megyével, ahol 100 foglalkoztatottból nem éri el az egy foglalkoztatotti létszámot a közmunkásoknak az aránya. Tehát óriási különbség van. Ebből következik az egyik nagy különbség a bérekben is, hiszen ahol közmunka van, ott az átlagbérek is jelentősen alacsonyabbak. Nem véletlen, hogy most már 50% körüli mérték az ország legjobban kereső és az ország legjobb rosszabbul kereső megyéjek között az átlagbér tekintve. Innentől kezdve pedig a helyi gazdaságra is kihatással van a közmunkarendszer, illetve az egész helyi gazdasági élet, hiszen nincsenek vásárlóerő, nincs elég kereslete az embereknek, amiből vásárolni tudnak, onnantól kezdve leépül a helyi gazdaság is, és ez magával rántja a helyi vállalkozásokat, ami újabb és újabb negatív gazdasági eseményekbe torkolik. Még mindig szembetűnő, hogy az ország keleti szélén lévő megyék településeinek körülbelül 40%-a olyan, ahol a közfoglalkoztatottak aránya a potenciális munkavállalókon belül 10% feletti arányt képvisel, tette hozzá Kis Ambrus. Szerinte például, ha Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csak a falvakat nézzük, akkor az látszik, hogy még a közmunkások létszám leépítése után is 1000 foglalkoztatottból 180 fő közmunkás. Ezzel szemben Győr-Moson-Sopron megyében 1000 foglalkoztatottból mindössze 6 ember közmunkás. Borsodi László levelek polgármestere azt mondta televíziónknak, a településükön közel 1/3-ával csökkent a közmunkások száma. Leveleken is kb. 30%-kal kevesebb közmunkás foglalkoztatunk, mint az elmúlt években. Ennek két oka van. Egyrészt a közmunkások egy jelentős része különböző tanfolyamokon vesz részt. Ez körülbelül a meglevő létszámnak most körülbelül egy olyan 20-25%-a, illetve egy kb. 30%-os csökkenést tapasztaltunk a foglalkoztatók létszámában. Ez elsősorban leveleken annak köszönhető, hogy a környező nagyvárosok, Nyíregyháza és Nyírbátor nagy létszámban vitte a dolgozókat. A polgármester hozzátette, az idény munka sok közmunkást viszel a nyári időszakban, azonban ez nem jelent problémát az önkormányzat számára, hiszen a versenyszférában megkeresett magasabb jövedelem gazdaságilag a település számára is előnyös. Idén nyáron több kullancsra kell számítani, az élősködők ugyanis túlélték a fagyos időjárást. A kullancsok az emberekre veszélyes Lyme-kort és agyvelőgyulladást okozhatnak, de a kutyákat és macskákat sem kímélik. A megfelelő megelőzéssel azonban elkerülhető a fertőzés, valamint a komolyabb betegség kialakulása. Nyáron a természetben járva nem szabad megfeledkezni a kullancsveszélyről. Idén az élősködők számának növekedéséhez hozzájárult, hogy túlélték a legutóbbi téli fagyokat, így több idejük volt szaporodni. A kullancsok nem szeretik a nagy meleget, ezért a nyári időszakban délben a legkisebb az aktivitásuk. Többek között Lyme-kor terjeszhetnek, ami a csípések 1-2%-a esetében jellemző. Ilyenkor, ha megfelelő körültekintéssel járunk el, és megnézzük, hogy a kullancsípés körül pár napon belül alakul ki egy piros
kör, amit egyre nagyobb lesz, akkor jó eséllyel Lyme-kórral találkozunk. Ilyenkor érdemes szakorvoshoz fordulni, aki egy nagyon egyszerű antibiotikus terápiával meg tudja oldani ezt a problémát, de amennyiben csak pár napig jelentkezik, az lehet, hogy a csípés miatti gyulladás következménye, és ez nem jelent különösebb problémát. A másik, emberre különösen veszélyes betegség az agyvelőgyulladás, ami bár halálos, a fertőzés veszélye mégis kisebb, mint lánykor esetében. De nem csak az emberekre veszélyesek a kullancsok, fontos, hogy házi állatainkra is megfelelő figyelmet fordítsunk. Talán a leggyakoribb ez az úgynevezett babéziózis nevű betegség, ez csak kutyákra veszélyes. Napi szinten átlagban két esetünk van most így nyár közepe felé, tavasszal, ősszel, ez a szám, ez meg sokszorozódik. A megelőzés érdekében gyógyszerek és kenőcsök is elérhetőek emberek és háziállatok számára egyaránt, de a házi orvosoknál lehet védőoltást is igényelni. A kullancsok eltávolításánál fontos, hogy az erre megfelelő csipeszt használjuk, valamint hogy az élősködő potrohát ne nyomjuk szét, mert a nyomás következtében a kullancsokban lévő baktériumok a szervezetbe áramolhatnak. Januárban 820 közúti közlekedési balesetből 4-et okozott motorkerékpáros. Márciusban változott az arány, 850 balesetből 15 esetben volt motoros a hibás. A megnövekedett baleset számnak az egyik oka, hogy sok fiatal rutintalanul indul el nagy motorral nyáron hosszabb útra, és az autósok sokszor nem figyelnek a két keréken közlekedőkre. A balesetek elkerüléséért azonban a motorosok is sokat tehetnek. A két keréken közlekedők között átlag feletti a balesetek kockázata. Ez különösen igaz a nyári időszakban, amikor a jó idő beköszöntével hosszabb túrákra indulnak a motorosok. A nagyszámú balesetek egyik fő oka, hogy a gépkocsikban található passzív biztonsági megoldások, például a biztonsági öv vagy a légzsák, nem védik a motorosokat. Számukra különösen fontos szerepe van a megfelelő védőruházatnak. A rendőrség szakemberei más közlekedés biztonsági tanáccsal is szeretnék segíteni a nyári időszakban a motorosok biztonságát. A motorkerékpárral közlekedőknek saját és mások biztonságát érdekében azt tanácsoljuk, hogy körültekintéssel vegyenek részt a közlekedésben, valamint a közötti közlekedés szabályait mindig tartsák be. A sebesség nem megfelelő megválasztása az egyik leggyakoribb baleseti ok, ezért fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közlekedjenek. Ne kockáztassanak, csak akkor üljenek motorra, ha mentálisan és fizikálisan is járművezetésre képes állapotban vannak, valamint szervizeljék és ellenőrizzék járművüket rendszeresen. És a nyári forróság ellenére is használják a megfelelő védő ruházatot. Amennyiben pedig hosszabb útra indulnak, akkor álljanak meg többször, azt javasoljuk, pihenjenek egy picit közben, könnyítsenek ruházatukon is, amennyiben újra motorkerékpárra ülnek, vegyék vissza a védő felszereléseket. Ezekre a szabályokra már a motoros tanfolyamok kezdetén felhívják a tanulók figyelmét. Az A kategória gyakorlati képzésnél például kötelező a zárt, erős anyagú ruházat, jacky kesztyű és a magas szárú cipő vagy csizma. De más különbség is van a B kategóriás vizsgához képest. Aki nem töltötte be a 24. életévét, az nem tehet A kategóriás úgynevezett korlátlan nagy motorvizsgát. Kötött a kilométer a vezetési időtartalom alatt, több száz kilométerről van szó, de megmaradt a motoros képzésnél az a úgymond rutini vizsga, amely a B kategóriánál például törölték. B kategóriánál a rutinpályás vizsgát külön kivették, forgalomba helyezték be, ellenben a motorosoknál, a motoros képzésnél rutinpályán megmaradt ugyanúgy továbbra is a rutin vizsga, és ennek sikeres teljesítését követően vehet részt a városi vezetésben, a városi felkészítésben a tanuló. A KSH országos adatai szerint 2017 márciusában több mint 900 közúti közlekedési balesetből 49-et motorkerékpáros, 36-ot pedig segédmotoros okozott. Ez 9%-os arány. 2018 azonos időszakában ez a szám 4%-ra csökkent. 854 balesetből 15-ben motoros, 20-ban segédmotoros volt a baleset okozója. A motorosok által okozott balesetek száma az csökkent, de sajnos a motorosokat nagyon sok járművezető nem veszi figyelembe, főleg a személygép járművel közlekedő, és ebből adódik a legtöbb közúti közlekedési baleset. A vezető statisztika, hogy a motoros elé kanyarodnak. Sajnos vagy későn veszi észre a motorkerékpárost, a személygépjármű vezetője, vagy szemből kanyarodik elé, vagy már a személygépkocsit, illetve járműveket előz a motorkerékpáros, amikor abból a jármű sorból valami gépjármű balra kanyarodik.
A napokban ebből halálos baleset is volt. A hatóság szakemberei ezért arra kérnek mindenkit, hogy nyáron is nagy körültekintéssel felelősségteljesen közlekedjenek az utakon, mind autóval, mind motorra. Jelentősen emelkednek szerdától az üzemanyag árak. A MOL bruttó 7 forinttal emeli a 95-ös benzin és 5 forinttal a gázolaj literenkénti árát. Az emeléssel a benzin literenkénti átlagára a hét közepétől 399 forintra, a gázolaj pedig 407 forintra nő, de az autósok akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a különböző benzinkutak árai között. Az üzemanyagok ára legutóbb június 13-án változott. Vegyszeres permetezést végeznek a város turisztikai, sport és kulturális szempontból népszerű területein, így például a Bújtosi Városligetben, a tópartoknál, illetve a Csalóköznél. Ez a növények védelme mellett riasztja és gyéríti a kellemetlen szúró csípő rovarokat és rovarkártevőket. A védekezésre azért van szükség, mert a meleg csapadékos időjárás kedvező feltételeket biztosít a rovarok szaporodásához, a közelgő kánikulában pedig a fajok tömeges megjelenésére kell számítani. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Megbízásából a Tréner Kft. Végzi az éjszakai permetezést. A Nyírvévé megbízásából a városnak közterületeinek a növényvédelmét és a városban előforduló csípőszúró rovarokat és különböző arkáknak a gyérítése folyik. Közterületen felhasználható vegyszerekkel, olajos, kéntartalmú vegyszerek, ami melegvérekre nem ártalmas. Robogóst ütött el egy gépkocsi vezető a Debreceni út és Tünde utca kereszteződésében. A baleset következtében a robogóst súlyos sérülésekkel a mentő vitt el. Az okozó gépjármű vezetővel szemben a rendőrség eljárást indított. Nem jutott a döntőbe a Nyíregyháza Tigers, miután a Hungarian Football League elődöntőjében 35-20-as vereséget szenvedett a Budapest Wolves csapatától. A másik elődöntőben a Miskolc Steelers 33-14-re verte a Budapest Cowboys együttesét. A két győztes július 14-én Budapesten a Szusza Ferenc stadionban játssza a döntőt. Pasaréten a Vasas sportcentrumában fogadták a farkasok a tigriseket, akik a saját pályájukon győztek le az alapszakaszban. Az első mezőnygólt a hazaiak szerezték, akik az extra rúgást is értékesítve 7-0-ás vezetéssel zárták az első negyedet. A második játék részben egyenlítettek a vendégek, majd az újabb Wolves elén követően Troy Rice ismét egalizált, így 14-14-nél vonulhattak a nagy szünetre a csapatok. A harmadik negyed elején ismét a házigazda került előnybe, de a Tigers 21-20-ra felzárkózott. A folytatásban azonban már csak a fővárosiak szereztek pontokat, így a sérülések miatt több játékosokat is elveszítő vendégek hiába tettek meg mindent, vereséggel voltak kénytelenek elhagyni a pályát. Megvoltak a lehetőségünk igazából, a defense nagyon jól játszott, hát talán az első blokkolt pánt az nagyon hiányzott már fél időben is, aztán megpróbáltuk, ugye szó szerint 0-0-ra indult a második fél idő, tudtuk, hogy a harmadikban nagyon bele fognak húzni az első meccsen, akkor gyakorlatilag végig gyalogoltak rajtunk, most nem tudták ezt megcsinálni, csak ők mindig egyetlen apró, mindig egy kicsivel jobbak voltak mind a két oldalán a labdának is, és ez jelentette a végén a különbséget. A Tigers vezetőedzője sajnálta, hogy az első fél időben nyújtott teljesítményüket nem tudták megismételni a második játék részben. Szerintem az első fél időben a szezonbeli legjobb teljesítményünket nyújtottuk. A harmadik és a negyedik negyedben egy kicsit csalódást keltő volt a játékunk. Ahogy kimaradt az extránk, a Wolves elkezdte ölni az időt. Többet futottak, és mindössze 2-3 rövidebb passzal operáltak, és nem is igazán tudtuk birtokolni a labdát. Nagy megtiszteltetés volt számomra minden egyes európai csapatot edzeni, ahol csak megfordultam. Ez Nyíregyházára is vonatkozik. Büszke vagyok azokra, akik ezt a sportágat választották, de főként azokra a fiatalokra, akik idén nagyon sokat dolgoztak a csapatért. A másik ágon a Miskolc Steelers és a Budapest Cowboys csapott össze. A találkozó a hazaiak 33-14-es sikerével zárult. A Hungarian Football League július 14-i döntőjében a Budapest Wolves a Miskolc Steelers-szel játszik majd Budapesten a Szusza Ferenc stadionban.
29 induló közül a 14. helyen végzett a nyíregyházi Krúdi Gyula gimnázium B33-as fiú kosárlabda csapata a Belgrádban megrendezett ifjúsági világbajnokságon. A Pollák Balázs, Nagy Dániel, Sipos Timót, Mohácsi Ármin összetételű gárda a későbbi győztes oroszoktól kapott ki az egyenes kieséses szakaszban. Az elmúlt héten Szerbia fővárosában rendezték meg az ifjúsági világbajnokságot, amelyen 29 fiú és 21 lány B33-as csapat vett részt. Magyarországot a fiúknál a Diákolimpia országos döntőjében győztes nyíregyházi Krúdi képviselte. Az aranyérmes csapatból a hazaitól eltérő korhatár miatt kikerült Farkas Dániel és Keú Tamás, helyükre érkezett Sipos és Mohácsi. A magyarok 6 csoportmeccset követően jutottak a legjobb 16 közé. A csoportban elsőként Anglia csapatával játszottunk, ők harmadikok lettek, ellenük egy pontos vereséget szenvedtünk, ezek után játszottunk Tájván csapatával, őket megvertük, Tájpejtől kikaptunk egy szoros meccsen, a boszniai szerbeket meg tudtuk verni hosszabbításba egy ponttal, illetve a szerbektől, akik veretlenül jutottak tovább a csoporttól, szintén kikaptunk, mindezek mellett még volt egy győzelmünk. A nyolcaddöntőben az oroszok jobbnak bizonyultak a magyaroknál, sőt, mint később kiderült, a folytatásban is legyőztek mindenkit, és végül megnyerték a tornát. A krúdisok a kosárlabda pályán kívül is gazdagodtak élményekkel. Meg tudtuk nézni a várost, a várat, külön egy nap volt szervezve, amikor ilyen kulturális nap volt, ezen alapon minden nemzet bemutatta a saját jellegzetességeit, a konyháját, volt, amikor a nemzetek közösen táncoltak, szóval egy abszolút jó hangulatú napot is szerveztek a szervezők. A lányoknál a Kecskeméti Bolyai János gimnázium képviselte Magyarországot, ők 17-én zártak a 21 csapatos mezőnyben. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az idény munka sok közmunkást viszel a nyári időszakban, ennek és a program leépítésének köszönhetően már 10 000-rel kevesebben dolgoznak a rendszerben, mint tavaly. Azonban, ha a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvaiban a közmunkások arányát nézzük, akkor az látszik, hogy 1000 foglalkoztatottból 180 fő közmunkásként dolgozik. A legutóbbi enyhébb tél miatt idén nyáron több kullancsra lehet számítani. Az élősködők az emberekre ártalmas Lyme-kort és agyvelőgyulladást terjeszthetnek, de csípésük nem csak az emberre veszélyes, a kutyáknál gyakori a babéziózisos esetek száma, amit a kullancsok idéznek elő. A megelőzés érdekében gyógyszerek és kenőcsök is elérhetők emberek és háziállatok számára egyaránt, de házi orvosoknál lehet védőoltást is igényelni. 2017 márciusáról 2018 azonos időszakára 9%-ról 4%-ra csökkent azoknak a baleseteknek a száma, amelyet motorosok okoztak. Ez a szigorú vizsgaszabályoknak is köszönhető, hiszen 24 éves kor alatt nem lehet A-kategóriás, úgynevezett korlátlan nagy motorvizsgát tenni, és a B-kategóriával ellentétben itt megmaradt külön a rutinvizsga is. A motorosokat érintő balesetek száma azonban nem csökkent, sokszor a gépjárművezetők figyelmetlensége okoz gondot. Ezek száma is csökkenthető például azzal, ha a motoros világos, élénk színű bukós isakban és felső ruházatban indul útnak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, július 3-án kedden, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Hazánk időjárását szerda estig a délnyugat felől fölénk érkező meleg és kissé nedves levegő alakítja. Az előttünk álló éjszaka többnyire gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet,
Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű, az északnyugati szél helyenként megélénkül. Délután 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Csütörtök napközben még kánikulára, igazi strandidőre számíthatunk, elvétve záporra, az ivatarral, majd az esti órákban hideg front éri el térségünket, ami csak lassan vonul át fölöttünk. Emiatt pénteken és eleinte még szombaton is felhős idő várható, több helyen záporra, az ivatarral. A front hatására a hétvégén pár fokkal csökken a nappali felmelegedés mértéke, a folytatásban forróságtól mentes, meleg nyári idő várható, sok napsütéssel, csapadék nélkül.